Sziasztok! Akar segíteni? Mert én nagyon szeretném, hogyha segítenétek, főleg te, és te is nagyon szeretném, hogyha segítenél. És tudod, hogy tudsz segíteni? Hogyha ide hívod az anyukádat, az apukádat, nagymamádat, nagypapádat, nővéredet, bátyádat, és nézitek ezt a videót, és az adótok 1%-át odaadjátok a Zenével a Rákos Gyermekekért Alapítványnak. A Zenével a Rákos Gyermekekért Alapítvány segít a beteg gyermekeken, akik benn vannak a kórházban. Én is így jöttem ki a kórházból, hogy a zene meggyógyított. Nektek szokott olyan lenni, hogy zenét hallgattok? És elkezdtek mozogni, és jó kedvetek lesz? Akkor írjátok meg kommentben, hogyha nektek van ilyen. Nagyon szeretném, hogyha segítenétek. Tudjátok, mit jelent az adótok 1%-a? Hát én sem tudom, de azt tudom, hogy jó dolog, hogyha az anyukátok meg az apukátok odaadja az adójuk 1%-át nekik. És ahogy nem voltam a kórházban 2 egész hetet, akkor bejöttek, hallottuk a gitárszót, és anya mondta, menjünk ki, menjünk ki. És ki is mentünk, és annyira jó volt, elkezdtünk táncolni. Nem hazudok, sírtam, kisírtam belőlem mindent, kisírtam magamból mindent, és haza is mehettünk másnap. Szóval, hogyha ti is szeretnétek, hogy a gyerekek hamar haza mehessenek a kórházból, akkor adjátok az adótok 1%-át a Zenével a Rákos Gyermekekért Alapítványnak. És lent lesz a linkük a leírásban. Puszi bogyócskák, remélem ti is szeretnétek segíteni, mert én nagyon.